benzines üveg öcsémnek. Egy kékszemű, szőke kisfiú, 12 évesen volt talán, benzinnel töltött csatos üvegeket cipelt a Ködöspesti utcán. Kisöcsi, ez itt nem neked való hely, a játszótér már régen bezárt. Menj haza, biztos vár már anyád. Mordult rá egy géppisztolyos férfi, fontoskodva köszörülve torkát. Bácsi, ne tessék félni, haza fogok érni, de ma fontos dolgom van még, szólt a kisfiú halkan, és sietett tovább. Dübörgő csikorgással jöttek az orosz tankok. Az utca hirtelen kiürült, a géppisztolyos férfi eltűnt, csak a kékszemű kisfiú maradt, és elszántan egy oszlop mögé állt. A harckocsik vezettül lőtték a körúti házak homlokzatát. A kisfiú gyufát vett elő, s megjutotta az üvegfonalát. A lövöldözéssel nem törődve elszántan az úttestre lépett, és már dobta is az üvegét. A tank kigyúlt, vörös lángokkal égett. A kékszemű, szőke kisfiú magában mormolta csak baját. Már megint nem hoztam magammal elég gyufát.